rájöttem arra, hogy én mindig a jövőben éltem eddig. Folyton aggódtam, hogy mi, hogyan lesz. Mindig szerettem volna az eredményt látni előre, és akkor, hogy én kitaláljam, vagy úgy legyen, ahogy azt én szeretném. Állandóan negatív gondolatokkal voltam tele, és a félelmekkel persze. És hát rájöttem arra, hogy meg kell tanulnom a jelenben élni, és ami nekem most a legfontosabb, amit úgy szeretném megtapasztalni azt az érzést, hogy igazából, hogy ki vagyok én, mert ezt még úgy mindig úgy igazából nem érzem, azt a végtelen szeretetet, elfogadást, azt, ami bennem van, azt az erőt, ezt szeretném megtapasztalni, de nagyon-nagyon, ez egy nagyon nagy vágyom, és biztos, hogy el fogom érni előbb vagy utóbb. Csináltam már ilyen online tanfolyamot többször, úgyhogy jó volt nekem, főleg az volt jó benne, hogy én ugye dolgozok minden nap, és akkor bármikor megnézhettem ezeket a videókat, meg az, hogy akárhányszor, nem csak egyszer, tényleg én nagyon-nagyon sokat, én amíg lehetett, ezt állandóan ezeket hallgattam. Ez volt jó benne, hogy többször meg lehetett hallgatni. De nagyon határozott, ilyen energikus nő vagy, megmondod a véleményed, ez nagyon jó, és tényleg látszik rajtad azt, hogy úgy érdekel, hogy a tanítványait, hogy hogyan fejlődnek, így követed őket, és akarod tényleg, hogy elsajátítsuk ezt az egész dolgot.